Üdvözöllek benneteket, kedves hetedikesek! Király Noémi vagyok, a Szabadkai Széchenyi István Általános Iskola magyar tanárnője, és a mai órán egy picit visszakalauzollak benneteket a már megtanultak tudás tengerébe, és remélem, hogy sikerül egy kicsit kibővíteni ezt a tengert óceánná. Az állítmány lesz a mai témánk, és az ezzel kapcsolatos érdekességeket fogjuk egy picit átismételni, és remélem valami újat is tudok ma nektek mondani. Tartsatok ma is velem! Eddig már az alárendelő szószerkezeteket is megismerhettük. Amikor ezeket vizsgálgattuk, akkor rájöttünk arra, hogy az alaptag szófaja a legtöbb esetben ige volt. Amikor a teljes mondatokat ábrázoljuk, olyankor is az igét és a kérdő szót használjuk arra, hogy a bővítményekre rákérdezhessünk. Mutassuk ezt be egy példamondaton. Zsuzsi nyáron sok fagyit evett. Mit állítunk? Evett. Ki evett? Zsuzsi. Mikor evett? Nyáron evett, ugye ez egy időhatározó. Mit evett? Fagyit evett. És mennyi fagyit evett? Sok fagyit evett. Ez pedig egy mennyiségjelző. A legtöbb esetben tehát az állítmányt használtuk a kérdéseink feltevésére. Az állítmányról nagy vonalakban annyit tudunk mondani, hogy a fő szófaja tehát az ige, a mondat központi fő mondat része önállóan is lehet mondat. Az állítmányt két vonallal húzzuk alá, rengetegféleképpen bővíthetjük, maga, ő maga nem lehet bővítmény, ezért nyertani értelemben nem tudunk rá kérdezni, és amikor ágrajzokat rajzolunk, akkor ával szoktuk jelölni. Tehát, még egyszer, az állítmány a mondat egyik fő része, amelyel valakiről vagy valamiről állítunk valamit. Ami még egy újdonság, illetve nem újdonság, mert ezt nemrég tanultuk, az alanyjal Hozzá rendelő szószerkezetet alkot. Ugye ez az alanyi állítmányi szószerkezet. Itt van egy példa is, ha esetleg nem rém lenne hirtelen, hogy miről is van szó. A lány nevetett, mit állítunk? Nevetett, ki nevetett? A lány. Így tehát az alany és az állítmány együtt az alanyi állítmányi szószerkezetet alkotják. Attól függően, tehát, hogy milyen szófajú szavakkal fejezzük ki az állítmányt, többféle állítmányt is megkülönböztethetünk. Ilyen lehet az igei állítmány, amikor ugye magától értetődően az állítmány ige. A névszói állítmány, ebben az esetben az állítmány szerepét egy névszó tölti be. És a névszói igei állítmány, ez már tulajdonképpen az előző kettőnek a kombinációja. Vizsgáljuk meg őket bővebben. Amennyiben az ige benne van a mondatban, mindig állítmányi szerepben Jelentkezik, anya főzött, mit állítunk? Főzött, ki? Anya. Névszó is lehet tehát állítmány. Emlékezzünk csak vissza, mi is az a névszó? A főnév, a melléknév, a számnév és a névmás gyűjtőneve tulajdonképpen a névszó. Itt egy példamondat, apa villanyszerelő. Ebben az esetben a villanyszerelő lesz az állítmányunk, az apa pedig az alanyunk. Figyeljetek oda, ilyenkor ez a névszójállítmány nem tudja kifejezni a cselekvésnek a módját, az idejét, a szemét, a számot, sőt a tárgyra sem utal. Magától értetődven, hiszen névszó veszi fel az állítmány szerepét. A harmadik esetben a népszóhoz egy segédige kapcsolódik. Tulajdonképpen ez egy viszonyszós szókapcsolat. Emlékeztek? Ezt is tanultuk nemrég. Mimi szomorú volt. Mit állítunk? Szomorú volt. Ki volt a szomorú? Mimi. Itt a névszó csak úgy tud állítmány lenni, hogyha egy Ige segít neki ebben. Na hát erre valók a segédigék. Az Igei állítmány lesz a mai óránk második központi témája. Az igének tehát mindig állítmányi szerepe van. Nézzünk akkor erre három példamondatot. Próbáljátok meg ti is megtalálni gyorsan a szemetekkel az állítmányt, még mielőtt én kimondanám, hogy melyik is az. Legyetek ötre otthon. Mit állítunk? Legyetek, ugye, otthon. Beszéljük meg a feladatokat. Mit állítunk? Beszéljük meg. Marciék pihentek volna. Mit állítunk? Pihentek volna. A nyelvtankönyvünk 29. oldalán találunk feladatokat is ezzel kapcsolatban. Végezzük el ezeket. Olvasd el az alábbi mondatokat, húzd alá az állítmányokat, majd írd be őket a táblázat megfelelő helyére. Öt mondatunk van, vegyük sorra őket. A lányok a suliboxnál pakoláztak. Mit állítunk? Azt állítjuk, hogy pakoláztak. Így van. Ez bizony kijelentő módú igei állítmány, úgyhogy az első oszlopba kerülhet. Holnap nem teszek majonézt a szendvicsedbe. Mit állítunk? Azt állítjuk, hogy nem teszek. Gondolkozunk egy pillanatra, mi lehet ez? Vajon feltételes módban van, vagy felszólító módban? Nem, ez is kijelentő módban. Telefonáltam volna, de nem volt térerő mit állítunk? Telefonáltam volna, ugye ez a volna, ez már segít nekünk, hogy meghatározzuk, hova is kerüljön. Bizony, feltételes módban van. Nem volt téderő. mit állítunk? Nem volt. Ez egy egyszerű kijelentőmódú módú állítmány. Mari fog elsőnek felelni. Mit állítunk? Felelni fog ez lenne az állítmányunk, ugye ez a fog is segít valamelyest, de tulajdonképpen rájövünk, hogy ez is csak kijelentő módban van. Vigyétek be a székeket! A felszólító mód már utal arra, hogy vajon milyen módban lesz maga az igei állítmány is, bizony felszólító módban. Kitöltöttük a táblázatot, megállapíthatjuk, hogy az igei állítmányt több szó is alkothatja. Ha megvizsgáljátok ezeket a szavakat, amiket beírtunk a táblázatba, akkor rá is tudunk jönni, hogy milyen esetekben lehet több szóból álló állítmány csupán igéi állítmány, nem pedig összetett állítmány. Nézzétek csak. Nem teszek, nem volt. Tehát ugye tagadó szó esetében, ha ez is megjelenik, ott van a fog, a volna, ezek segédigék, és ott van a be igekötő. Tehát amennyiben az igéhez még egy tagadószó segédige vagy igekötő kapcsolódhat, abban az esetben még persze szemétől, számtól, módtól, egyebektől függhet még ennek az állapota, de igei beszélhetünk. Néhány gyakorlatot is végezzünk el. Az első gyakorlat, gyakorló feladat A része így hangzik. Írjátok le a következő igék felszólító módú, tárgyas ragozású, egyes szám második személyű, rövidebb alakját. Hú, ez így hirtelen kicsit bonyolultnak tűnik, de ha jobban megnézzük, akkor nem is az. A tanít szavunkat kell tehát felszólító módba tenni, tárgyas ragozásba, egyes szám második személyű jű legyen. Tehát ugye te tanítsd. Ez lenne a helyes alak. Vigyázzunk, a rövidebb alakot keressük. Tehát akinek esetleg a tanítsad jutott volna az eszébe, az most ez gyorsan felejtse el, mert ennél a feladatnál erre nem lesz szükség. Mindig a rövidebb alakokat találjuk meg. Hagy, hagyd, hisz, hid, eszik, Ed mond, mond, mos, most, mosd. Megvannak tehát tárgyas ragozásban az egyes szám második személyű felszólító módú alakok. A feladat B részében ezeket az ige alakokat kell mondatba foglalni. Hármat válasszunk ki. Én háromat találtam a tanítsd, a testvéredet helyesen írni, lenne az első mondat, edd a reggelidet, és most a fogaidat alvás előtt. Húzzuk is alá az állítmányokat ezekben a mondatokban. Az első mondatban a tanítsd a testvéredet helyesen írni, ugye mit állítunk, hogy tanítsd, aztán ugye az edd, és hát a most. D is van a feladatunknak, ez már egy picit visszavíz bennünket az ötödikes tananyaghoz. Be kell írni a táblázat megfelelő rovatába az A feladat igéinek a hosszabb alakját. Tehát most az arra a hosszabb alakra van szükségünk. A tanítsd esetében a tanítsad lenne. Vizsgáljuk meg, miféle hangtani változás történik benne. Én egy picit segítettem, és ki is emeltem. Ez alapján talán könnyebben rájövünk. Tösöt írunk, de csöt ejtünk, tehát összeolvadásról van szó. Hagyd, hagyjad hosszabb alakjánál a g és a j találkozik. Ebben az esetben írásban jelöletlen teljes hasonlulás történik, mert egy hosszú J t ejtünk. Hidd, hosszabb alakja a higgyed. Na, itt viszont már bizony át is alakult a G, úgyhogy írásban jelölt teljes hasonlásról van szó. Ed, egyed lenne a hosszabb alak, hát itt bizony nem történt semmi. Mond, mondjad hosszabb alakjánál a D és a J találkozik, úgyhogy tulajdonképpen egy G hangot ejtünk, úgyhogy ez is összeolvadás. A most, mossadnál pedig ez a hosszú es, ez is arra utal, ugye, hogy egy írásban jelölt teljes hasonlással van dolgunk. Ha sikeresen elvégeztük az első feladatot, jöhet a második. Nézzük, az alábbi szólásokban, közmondásokban hibásak az állítmányok, alá kell ezeket húzni, és a vonalra írni a helyes állítmányt. Nézzük, átugrik a ló másik oldalára. Hiha, mit állítunk? Átugrik. Ez lenne az állítmányunk, és bizony a helyes alak úgy hangzana, átesik a ló másik oldalára, vagy túloldalára. Ki korán kell, aranyat talál. Mit állítunk? Hát ugye kell, és mit állítunk? Talál. Ez a talál egy kicsit sántít, ki korán kell, aranyat lel. Egy fecske nem jelent nyarat. Mit állítunk ebben a mondatban? Nem jelent. De ez bizony a helytelen alak. Egy fecske nem csinál nyarat. Végül szagolgatja, mint macska a forrókását. Mit állítunk? Szagolgatja, de a macska nem csak szagolgatja, hanem inkább kerülgeti. A B feladat részt pedig szorgalmi vagy házi feladatnak ajánlom. Elérkeztünk a harmadik feladathoz, egy kis nyelvhelyességi gyakorlat. Meg kell találnunk, hogy a leírt mondatokban, Hol lehet a hiba? És ahol hibát találunk, ki is kell javítanunk. Nézzük. Én is tudnák hasonlót rajzolni, de nincs filztollam. Talán elsőre valakinek jól, jónak tűnhet ez a mondat, viszont nem az, a tudnák a többes számra utal. Ugye ők tudnák azt. Amennyiben egyes szem első személyben használjuk, akkor a tudnék alakot kell használnunk. Én is tudnék hasonlót rajzolni, de nincs filztollam. Mi nem szeressük a madártejet. A szeressük esetében is egy kicsit sántít a dolog. A szeressük felszólító módra utal. Itt viszont szó sincs felszólításról. Mi nem szeretjük a madártejet, a helyes kijelentő módú alak. Nem eláttad a pulcsimat. Hát itt bizony az e kérdőszúcska van rossz helyen, mindig az ige után kapcsolódik, tehát az igéhez kapcsolódik, nem pedig a tagadószóhoz. Nem látta e a pulcsimat? meg -e beszéltétek az időpontot? Hasonló a helyzet. A helyes alak megbeszéltétek-e az időpontot? Lenne. És végül nem-e volna kedved moziba menni? Hát, ez már pofon egyszerű. Nem volna e kedved moziba menni. Van egy negyedik feladatunk is a könyvben, de ezt házi feladatra ajánlom. Összegezzük az eddig tanultakat. Ma tehát az állítmányról tanultunk. A mondat egyik fő része, az állítmányal ugye állítunk valamit kérdései. Mit állítunk, mit állapítunk meg? A jele az ágrajzok rajzolásánál az A, jelölése a mondatelemzéskora a két egyenesen aláhúzott vonal, tehát párhuzamos vonalakat húzunk, és három fajtája van, az igei állítmány, a névszói állítmány és a névszói igei állítmány. Ma az igei állítmányt sikeresen átismételtük és megtanultuk, a következő órán a névszói állítmányjal és a népszói igei állítmányjal fogunk foglalkozni. Tartsatok akkor is velem!